Borsod-Abaúj Zemplén megye és Kárpátalja között az együttműködés jogi formát és törvényes formát 2011-ben vett egy akkor aláírt együttműködési szerződéssel, ami 2016-ban fel lett újítva és fel lett frissítve. Most pedig egy 2019-2021-es időszakra vonatkozó, három éves időszakra vonatkozó új szerződés megkötésére és aláírására került sor. Ennek a szerződésnek a legfontosabb tartalma az, hogy létrehozunk egy bizottságot, amelyik 3-3 delegáltakból áll, a két közgyűlés delegál majd oda 3-3 képviselőt, akik szükség esetén egy üléseznek és döntéseket hoznak, de legalább negyedévenként egyszer, és az a dolguk, hogy felügyeljék az együttműködés menetét, illetve hogy kitalálják, hogy az együttműködésnek milyen új formái aktuálisak és lehetségesek. Az együttműködés az minden szférára, minden területre kiterjed, ami a legfontosabb, ez a tapasztalatcsere, hiszen bőven amit átvennünk a Borsod-Abaúj Zemplén megyeiektől, akik sok mindenben előttünk járnak, de azért nekünk is van mit átadnunk. Az együttműködés, a lehetőség megteremtése, Európai Uniós projektekbe való részvételre, illetve pályázatokon való részvételben. Vannak területek, amelyek kimondottan alkalmasak az együttműködésre, így például a szőlészet és a borászat, hiszen ebben a megyében és főleg a Tokaj vidéken ez nagyon élenjáró és nagyon jó tapasztalatokkal rendelkeznek, és nagyon jó szakismeretekkel rendelkeznek, és sok segítséget tudnak nyújtani kárpátaljai szőlészetnek és borászoknak, akik most indulnak be. Már vannak, akik profik, de azért sokan még csak most kezdték el, és szükségük van mind a tudásra, mind pedig a támogatásra. Már eredményekről számolhatunk be az együttműködés terén az oktatásban, hiszen a Miskolc Egyetem és az Ungvár Egyetem között már van együttműködés, és ezt bővíteni is lehet. Sőt, mivel van egy nagyon komoly problémánk Szlatinán a Sóbánya ügyében, technogén és ökológiai katasztrófa helyzet és veszély van, a Miskolc Egyetemen vannak olyan szakemberek, akik tudnak segíteni abban, hogy megoldást kínáljanak és javasoljanak ennek a problémának az enyhítésére, illetve a jövőben a teljes megoldására, és esetleg a sóbányászat és az ottani sókincs egészségügyi intézményekben való felhasználása és gyógyítás való felhasználása terén. Nagyon fontos a turizmus. Mindkét vidék olyan, ahol a turizmus olyan ágazat, amelyik húzó ágazata a gazdaságnak is. Nálunk is lokomotíva kell, hogy legyen a jövőben, de már most is jelentősen fejlődik. Bízunk abban, hogy együtt tudunk működni közös projektekkel, közös reklámanyagok kiadásával és ezeknek a szórásával, terjesztésével. Mi meghívjuk a Tour Eurocentre Kárpátalja nagy méretű, nagy lélegzetű nemzetközi rendezvényünkre a régió, a Borsod-Abaúj Zemplén megye vállalkozóit és az üzleti szféra képviselőit, illetve a turizmusban utazókat, hogy jöjjenek el, vegyenek részt, és reklámozzák a termékeiket, illetve vegyék fel a kapcsolatot az itteniekkel. Azon kívül szeretnénk, hogyha a gazdasági területen is kapcsolatok jönnek létre. És nagyon fontos még az, hogy szeretnénk a két megye közötti kapcsolatot levinni települések közötti kapcsolatok, testvérkapcsolatok kiépítésének a szintjére. Ez nagyon fontos lenne. Én úgy gondolom, hogy az Európai Uniós integrációs törekvései Ukrajnának számunkra mindenképpen támogathatók, és mi ezzel egyetértünk. Ez nekünk nagyon érdekünk, életbevágó érdekünk, de ez nem csak azon múlik, hogy mi aláírunk tudom én 1000 dokumentumot, 1000 papírt, amelyik erről szól, hanem arról inkább, hogy 1000 szállal kötődjünk valahogy az Európai Unióhoz, az Európai Uniós országokhoz, régiókhoz, és minél több ilyen kapcsolat, minél több ilyen szálon együttműködés létrejön, annál inkább integrálódunk az Európai Unióba, és mi ezen dolgozunk.